Előző előadásomban az elváltozott tudat állapotról beszéltem. Példának használva az agykontrollt vagy szilva módszert, amelyről megállapítottam, hogy nem tudományos eljárás, hanem mágikus technika. Most próbálom belehelyezni magam a módszer híveinek helyébe. Vajon mit válaszolnék az ő helyükben erre a kritikára? első sorban talán azt, hogy jogtalanul nevezem az agykontroll tudománytalannak, hiszen számos tudós is követi azt. És ez igaz? Akadhatnak és akadnak is egyetemi tanárok a szilva módszer hívei között. Csak hogy ez nem jelenti azt, hogy a tudomány, mint olyan, magáévá tette azt. Néhány tudós még nem a Tudomány. Ha valóban egyértelmű tudományos bizonyítékok szólnak egy megállapítás mellett, azt előbb-utóbb a tudósok összessége egyhangulag magáévá teszi. Ahogy például nincs vita arról, hogy a kohbacilus okozza a tuberkulózist, vagy hogy az elektromosságtan alapjai a Maxwell egyenletekkel írhatók le. Ilyen megegyezés a Szilva módszer esetében messze menően nincs, még kialakulóban sincs, sőt, hozzáteszem, nincs is kilátás arra, hogy kialakuljon, mert a Szilva módszer leglényegesebb állításai metafizikai természetűek, vallási természetűek. Ezeket nem lehet természettudományos módszerekkel ellenőrizni. Az a bizonyos világnézetileg semleges homlokzat csak álcázása a módszer lényegének. A lényeg ott kezdődik, ahol Szilva elkezd a magasabb intelligenciáról beszélni, aki ő szerinte nem isten, de jó indulatú. A vallásos homlokzat hívei szerint Isten, szerintem pedig nem Isten, de nem is jó indulatú. A második ellenvetés lehetne az agykontroll hívei részéről, hogy nem mindenki tapasztal negatív szellemi jelenségeket, aki ezt a módszert használja. Nem mindenki érez nyomasztó idegen jelenlétet, vagy folytogatást a torkán. És ez minden bizonyal így is van. Csak hogy. Ha egy erdőben számosan találkoznak, mondjuk medvével, akkor abban az erdőben vannak medvék. Még akkor is, ha jártak olyanok is az erdőben, akik nem találkoztak medvével. Ha nem lenne ott medve, akkor senki se találkozott volna vele. Ha szabad erőteljesen és kicsit népiesen kifejeznem magamat, nem biztos, hogy aki a szilva módszerrel foglalkozik, azt azonnal elviszi az ördög. Hogy kit, mikor és hogyan viszel az ördög, az nagyon különböző lehet. De én azt szeretném, ha engem egyáltalán nem vinne el az ördög. Ezért nem megyek közelébe az agykontrollnak. A harmadik lehetséges ellenvetésnek nagyobb súlya van, és azért jobban is meg kell vizsgálni. Mi van akkor, kérdezheti valaki, ha nem merészkedünk az agykontroll dinamikus meditációjáig? Nem keressük a kapcsolatot semmiféle magasabb intelligenciával? Nem idézünk meg tanácsadókat? Nem vizualizálunk bőröndös férfiakat a taxiállomásra? nem mászkálunk más emberek vastag belében, hanem csupán a módszer elejét, azt az autoszuggesztiós részt alkalmazzuk. Nem kapcsolódunk be semmiféle filozófiai előfeltevésbe, hanem az alfa állapotban pusztán, idézem, a stressz levezetésére, alvászavar megszüntetésére, ébresztő óra nélküli időzített ébredésre, élénkítőszer nélküli felfrissítésre, például autóvezetéskor, a memória fejlesztésére, gyorsabb és hatékonyabb tanulásra és hasonlókra törekszünk. A tanulásra szóig idézett volt a magyar hivatalos weboldalról, az agykontroll hivatalos magyar weboldaláról. Elvégre ez egy ártalmatlan terület. Nem idézünk semmiféle démont. Miért kellene félnünk az agykontrollnak ezt a részét alkalmazni? Nos, a válaszom erre a harmadik ellenbetésre, amely komolyabb, mint az előző kettő, három részből áll. Az első rész nem tartozik a teológia területére, nem vagyok kompetens, ezért csak hipotetikusan teszem föl, nem vagyok szakember, a pszicháterekre tartozik a dolog, az alfa állapotban végzett autoszuggesztió technikája tartalmaz egy belső ellentmondást. Egyrészt az agyat ellazított passzív állapotba helyezzük, hogy fogékony legyen a szuggesztív parancsokra másrészt tudatosan, aktívan használjuk, amikor szuggesztív parancsokat adunk ki önmagunknak. Vajon ez az ellentmondásos használat? Hát, hogy az agyat egyrészt passzív állapotban akarjuk látni, másrészt aktív állapotban. Ez nem káros az agy működésre nézve? Nem adom meg a választ, hangsúlyozom, hogy ez az elmegyógyászokra tartozik, de a probléma komoly, és én már hallottam olyanról, hogy valakit az agykontrollal való kísérletezés juttatott a pszichiátriára. Most pedig következik válaszom második része, és ez már teológiai: Az elváltozott tudatállapot veszélyes. Nem szükséges ehhez démonokat idézni. Elég az, hogy védtelenné válunk velük szemben. Ha egyszer a logikus gondolkodás ellenőrzését föladjuk, akkor ki vagyunk szolgáltatva a körüljáró zsákmányra leső gonosz lelkeknek. Mint az afrikai vadász, aki örtűz nélkül alszik a szabadban. Lehet, hogy nem eszi meg az oroszlán, viszont az is lehet, hogy megeszi. Manapság az oroszlán már ritka Afrikában. De az ártó szellemek minden földrészen gyakoriak. Az elváltozott tudatállapottal a későbbi előadások során még bővebben is kell foglalkoznunk. Itt azonban legyen elég egy dolgot felidézni: a kábítószer használók esetét. Nem idéznek ők idegen szellemeket, csak beveszik a kábítószer. De mivel a tudatos önkontrollt a szer révén elveszítik, gyakran démoni megszállottság lép föl náluk. A lélek védtelenné, kiszolgáltatottá válik az elváltozott tudatállapotban. Ez volt válaszom második része. A harmadik részét viszont részletesebben is kiszándékozom fejteni. Ennek a résznek alapja, a szellemi kontextus fogalma. Sokan érvelnek úgy, hogy ők nem folyamodnak mágiához. Egy mágikus eljárásból kiveszik az ártatlan elemeket, csak ezt az ártatlan részt használják, nem érheti őket baj, nem csinálnak semmi rosszat. Ezek a démoni jelenlétet valahogy úgy képzelik el, mintha egy fazék krumpliba belehelyeznénk egy kapszulába zárt méregtablettát, amíg csak a krumpli teszem. A mérget tartalmazó kapszulát pedig elkerülöm, nem veszem a szájamba, addig nem érhet baj. Csak hogy. A démon nem szilárd anyag, amelyet körülhatárol a tér, és be lehet zárni egy dobozba. A bukott angya a szellemi valóság. Nem körülhatárolt módon van jelen az anyagban, hanem szellemi működése révén. Ez a működés pedig arra a területre terjed ki, amelyet birtokba vett. Ez lehet fizikai terület is. gondoljuk az előző előadásban említett szárnyakon elnevezésű boltra, amelynek belsejében szinte tapintani lehetett a sötét, nyomasztó démoni jelenlétet. Máskor azonban a démon működése egy szellemi területre terjed ki. Ilyenkor jelenléte odáig tart, amíg az illető terület szellemi határai nyúlnak. Minden, ami szellemi összefüggésben áll az illető területtel, tehát részt vesz annak a kidolgozásában, megalapozásában, módszertanában, gondolkodásmódjában, a démoni jelenlét határán belül esik. Akkor is, ha önmagában jó dologról van szó, önmagában rossz dolog, magán a bűnön kívül nincs is. Isten minden létezőt jónak teremtett, a dolgok csak a szellemi kontextus révén válhatnak rosszá. A démontát nincs dobozba jár, zárva, hanem az egész összefüggő szellemi területen működik. Jelenlétét inkább olyan méregéhez hasonlíthatjuk, amelyet föloldottunk egy tányér levesben. A levesnek nem lesz ártatlan része, egységes egészet alkott egységes egészként van megmérgezve. Persze a hasonlat némileg sántit, az agykontroll nem homogén, mint egy folyadék, vannak veszélyesebb, töményebben mérgezett részei, például a tanácsadók megidézése, és vannak kevésbé méregdús területei, például a memóriajavítás de mérgezetlen területe nincsen. Nem egy részterület mérgezet, hanem az egész szellemi kontextus. Nem csak az önmagukban mágikus dolgokat kell elkerülnünk, hanem a mágiával a szellemi kontextusban álló területeket is. Vagyis az agykontroll kerülendő az alfa állapotba való helyezkedéstől kezdve a mágikus gyógyításig minden téren. Olyan ez, mint ahogy nem csak a bűnt kell kerülni, hanem a bűnre vezető alkalmat is. Amennyiben pedig nem tudjuk elkerülni az alkalmat, használnunk kell szellemi fegyvereinket, amelyek megoltalmaznak a kísértéstől. Mindenek előtt az imádságot. Elmondok egy történetet, amikor én magam merészkedtem szellemileg veszélyes területre, méghozzá tudva és akarva előre megfontolt szándékkal. Sok vitát váltottak ki keresztény körökben a Harry Potter meseregények amelyeknek szerzője a nagyon tehetséges angol írónő John Caitlin Rowling, röviden Joe Rowling. Ezek a könyvek olyan jól vannak megírva, hogy lekötik az érdeklődést, nem csak a serdülőkét, hanem a felnőttekét is. Rowling fantáziája gazda, meseszövése leleményes, jó a humora. Sikerült olyan témát találni, amely manapság rendkívül népszerű, ennek köszönheti világ sikerét ami könyveit egyrészt népszerűvé, másrészt problematikussá teszi, az, hogy ifjú hőse Harry Potter varázsló. A mesék varázsvilágba vezetnek bennünket, a King's Cross pályaudvar 9 és 3 negyedik vágányáról a boszorkány és varázsló képző szakiskolába lehet utazni, ahol hihetetlen kalandok várják harry -t. Ezek eddig hat köteten át tartottak, és a történet még nem ért véget. Egyesek azt állítják, hogy a Harry Potter könyvek ártatlan mesék. Elvégre a mese mindig tartalmazott mágikus elemeket, amilyen csipke rózsika bűvös álma, vagy aladin csodalámpája. Ezeket azonban sose vettük komolyan. A gyerek, akinek meséltek, tudta jól, hogy a valóságban nincsenek terű-terű asztalkák, vagy palaszból előbújó szellemek. A mese elemei gyanánt elfogadta őket, de nem ösztönözték arra, hogy maga is varázsolni próbáljon. A mese nem próbál valóság lenni. Éppen ezt teszi mesévé. Nem lehet összetéveszteni a valósággal, ha tehát a mesében mágia fordul elő, ez még nem jelenti a mágia helyeslését. Nem jelent propagandát a varázslás mellett. Maga Rowling sem hisz abban a mesevilágban, amelyet könyveiben megteremtett. Ez a világ a fantáziában létezik, a valóságban nem. Mások azonban másképp gondolkodnak. Egy barátom írta, mély benyomást tett rám tíz éves unokaöcsém, aki a harmadik kötetet már csak nappali világosságban két felnőtt jelenlétében merte kézbe venni, mert rettegett a sok sötét varázslattól, ami a könyvben előfordul, a többi kö kötetet pedig nem is olvasta már el. Idézet bezárva. Tény az, hogy Rowling asszony nemigen kiméri olvasói idegeit különösen a negyedik kötet végétől, ahonnan kezdve igen gonosz dolgok folynak ebben a sorozatban. Ennél azonban többről is szó van, a könyvben vita folyik a mágia értékeléséről. A herit nevelő család gyűlöli és megveti a mágiát, elnyomja a szegény fiút, az olvasó pedig ösztönösen az ártatlan heri oldalára áll, annak a herinek oldalára, akinek igazi világa a varázsló iskola. Ezzel szimpatikussá válik az olvasó számára a mágia, és ellenszembessé válnak azok, akik hallani sem akarnak a mágiáról. És itt jön a döntő lépés: olyan korban élünk, amely hát borzongatóan komolyan veszi terjesztés valja a mágiát. Az olvasó ugyanabban a könyvesboltban, ahol Joe Rowling meséit megvette, mágia tankönyvek sorozatát is megvásárolhatja, amelyek komolyak, nem mesék. Varázslatok könyve, boszorkány könyv, hasonló címek hemzsegnek a polcokon. Nem egy nem létező mesebeli boltban, hanem a valóságos könyvesboltban. Ebben a kontextusban Vajon állítani lehet-e, hogy minden aggodalom nélkül adhatjuk Harry Pottert a gyermekeink kezébe? Biztos-e, hogy Rowling me leleményes varázsvilágának gazdagon feldíszített épülete minden estül az irrealitás talaján áll? Nem csoda, hogy sok keresztény a leghatározottabban kijelenti, a Potter szága mágia, és mint ilyen elutasítandó. Magam részéről sokáig nem olvastam el a sorozatot, nem érdekelt. Tisztán láttam, hogy a körülötte folyó viták voltak éppen a mese kettős értelmezésével kapcsolatosak. Egy idő múlva azonban mégis szükségét kezdtem érezni, hogy én is állást foglalhassak. Ez ismernem kellett a vita anyagát, nekiszántam tehát magamat, és körülbelül három hét alatt végigolvastam a Harry Potter sorozat hat kötetét, hatodikat akkor még csak angolul lehetett megkapni, úgy olvastam. Eleinte érdekelt a fordulatos cselekmény, iskolai sportesemények, diák, szerelmek, jó tollú ábrázolása. Később már kicsit untam az egészet, de olvastam, mert végére akartam járni. A filmeket nem láttam, ezt megérzem, azokról nem tudok véleményt mondani. Félelmet nem váltottak ki belőlem a könyvet, Mágikus tartalmuktól nem féltem, máskor is olvastam mágikus könyveket a cáfolás céljából, és soha semmi bajom nem lett tőlük. Tudtam, hogy én Jézushoz tartozom, és oltalom alatt állok. Azonban a harmadik hét elején emésztési zavarok kezdtek gyötörni. Aztán egy este nem bírtam elaludni. Ez nagyon szokatlan nálam, nem vagyok híres alvó, de csak az éjszaka második felében szoktam fölriadni, este mindig hamar elalszom. Néha már nyolc óra tájban bóbiskolok. Most nem így történt. Hiába álmosodtam el, hiába tettem le a pater könyvet. Álom nem jött a szememre. A gyógyszeres fiókomban találtam altatót, évekkel ezelőtt szedtem ilyen éjszakai fölébredések alkalmából, aztán abba bajtam, mert reggel csak annál álmosabb voltam tőle bevettem egy tablettát, és nyugtalanul ugyan, de végig aludtam az éjszakát. Következő este azt reméltem, hogy hamar elalszom, hiszen előző éjszaka nem aludtam ki magam, de nem így történt, megint nem tudtam elaludni. Újra kezdtem az olvasást, aztán megint megpróbáltam, hát ha elszúnyadok, mind hiába, megint bevettem egy tabletta altatót, és nagy keservesen elszúnyadtam harmadik estén már biztos voltam benne, hogy kitűnően fogok aludni, hiszen két éjszakai adósságot kell törlesztenem, ám az álmatlanság harmadszorra is megismétlődött. Amikor már úgy éreztem, hogy elálmosodtam, félretettem a patermesét, agyam szép lassan kezdett elhomályosodni, aztán hirtelen, mintha megcsiklandozták volna a tudatomat, újból fölélénkültem. Éjfél elmúlt, aludni nem tudtam, és altatom se volt már több. Ekkor aztán elkezdtem gondolkodni. Föltettem magamnak a kérdést, amit egy zsidó fiúnak mindig föl kell tennie a széder estéken, miben különbözik ez az éjszaka minden más éjszakától, elvégre több éjszakákon tudtam aludni. A válasz egyértelmű volt, abban, hogy Harry Pottert olvasok. Igen az előző éjszaka, és azelőtt is ez történt. Fölhagytam a gyanútlansággal. Föltételeztem, hogy a könyvek mágikus tartalma miatt démoni befolyás alá kerültem. Nincs szó megszállásról, nehogy valaki megijedjen. Ezt teológiailag úgy hívják, hogy obrepció démonika, démoni behatolás, szó szerint odacsúszás. A démon annyi hatalmat nyert fölöttem, hogy zaklatni volt képes a vegetatív idegrendszeremet. Tudtam, mit kell ilyenkor csinálni, Jézus nevében az ő megváltó vérének erejével. Imádságban elküldtem a gonosz lelket, kértem Istennek és Szent Angyalainak oltalmát, és hogy tudja aludni. Aztán félretettem a paterkönyvet, egy jókai regényt kezdtem olvasni, de nem jutottam sokáig, pár perc múlva már aludtam, altató nélkül. A történet önmagáért beszél bemerészkedtem egy démonizált területre, egy mágiától átjárt területre. Kicsit töményen olvastam a Potter könyveket, gondolkodásom nem fogadta be a mágikus üzenetet, de az emberek fantáziája is van, és a Potter könyvek veszélye abban áll, hogy mágikus elemeket visztek be a fantáziába képzelet világomba behatoltak a varázsvilág mágikus összefüggései. Hangsúlyozom, hogy nem féltem, sőt, nem is találtam már érdekesnek, untam az egészet. Nem az izgalom tartott ébren, a démon tartott ébren. Mihelyt elűztem, tudtam aludni. Én nem hittem semmiféle mágiában, nem üsztem semmiféle mágiát, de beléptem abba a szellemi kontextusba, ahol a sötétség hatalmai jelen voltak, kicsit meggondolatlanul kellő oltalomkérés nélkül, néhány napig eltartottak a következményei, nyugtalanó, nyugtalanító fantáziák, álmok, de Jézus voltalmát kértem, ezek elmúltak, sorozatot végigolvastam, és ettől kezdve tudtam aludni megfelelő oltalomkérő ima mellett. A Potter könyvek értékelése bennem eldőlt, igenis veszélyesek. Meg kell jegyeznem, hogy ugyanez a véleménye 16. Benedek pápának is. 2003-ban Gabriele Kubi, német írónő, megküldte könyvét a hittani kongregáció akkori prefektusának, József Ratzinger bíborosnak, jelenlegi szentatyánknak, amely könyvben a Potter mesék mágikus tartalmát bírálja. A bíboros 2003. március 7-én kelt levelében ezt írja Kubinak. Hálás köszönet február 20-án kelt kedves leveleért és a tanulságos könyvért, amelyet mellékelt. Jó az, hogy a Harry Potter dolgokra fény Mert azok kifinomult csábítások, amelyek észrevétlenül és éppen ezért mélyen hatnak, és lerombolják a lélekben a kereszténységet, mielőtt egyáltalán kellően felnövekedhetett volna, idézett bezárva. Ezt írta a pápa az írónőnek. A hitani kongregáció New Age szakértője, Peter Fleetwood. Azt nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak, hogy ő nem lát veszély Joe Rowling meseregényeiben, a Bíboros Prefektusnak ezt a levelét pedig akár a titkárság is fogalmazhatta. Fleetwoodnak ezt a magánynyilatkozatát a sajtó Vatikáni Nyilatkozat címen propagálta. A későbbi pápa véleményét pedig éppen a katolikus sajtó meglehetősen agyon hallgatta pedig biztosan az ő véleménye, mert egyrészt, amit aláírt, azt felteltően el is olvasta, másrészt pedig egy további május 27-én kert levelében engedélyt adott Kubinak, hogy véleményét nyilvánosságra hozza, mármint a bíboros véleményét. Harmadrészt pedig, mert ugyanazon év karácsonyára küldött egy üdvözlő kártyát az írónőnek, ezzel a saját kezüleg írt szöveggel szívélyes köszönet az ön bátor kiállásáért, az okkultizmussal és mágiával szemben. Hát ezt nem a titkárság fogalmazta. Féreértés ne essék, ez nem hivatalos állásfoglalás, ez magánvélemény. Szent Atya magánvéleménye. Hivatalos egyházi nyilatkozat nincs, ágyúval nem szokás verébre lőni, mesekönyvekről nem ad ki nyilatkozatot a hittani kongregáció. De azért a pápa magánvéleménye és Peter Fleetwood magánvéleménye a súlyában, nyomatékában talán mégiscsak különbözik egy kicsit. Személyes tapasztalatom, benyomásaim alapján a Szentatya Atya véleményéhez csatlakozom. Joe Rowling könyveiben van karácsony, de nincs Jézus, van ünnep, de nincs hit, a varázsló iskolára Isten nélküli égbolt borul. Ezt a szuggesztív üzenetet kiegészíti a másik, amely a mágikus cselekményből árad ez behatol a fantáziába. Nem mindenkit fog álmatlanság gyötörni, aki ezeket a könyveket olvassa, nem ismétlődnek a jelenségek mindenkinél mások és mások, de mindenképpen olyan szellemi területről van szó, ahol a sötétség hatalmai jelen vannak. Egy nyelvtanár barátom angol órát tartott egy tizenéves fiatalembernek. Társalgási gyakorlatban Megkérdezte tőle: How are you? Hogy vagy? A válasz meglepő volt. I'm afraid. Félek. What are you afraid of? Mitől félsz? kérdezte barátom. Megint egy meglepő válasz érkezett: Monsters, szörnyektől. Barátom ezek után magyarra fordította a szót. A beszélgetésből kiderült, hogy a fiú Videón látott egy rémfilmet, és ennek szörnyei terhelték meg fantáziáját. Tanára, hívő keresztény lévén, tudta, hogy ez nem merőben pszichológiai probléma. Imádkozott, hogy a fiatal fiút hagyja el a félelem lelke. Őt magát is megtanította oltalomért imádkozni, ellene mondani a gonosz léleknek. A félelmi tünetek fokozatosan megszűntek, a gyerek újból tudott aludni, tünetei elmúltak. Jézus a szabadító! Harcban állunk, barátaim! Amíg Jézushoz tartozunk, a győztes oldalon állunk. Ha azonban átmegyünk az ellenség területére, fogságba eshetünk. Hittel és értelemmel kell megvívnunk a jó harcot.